Szorgosan jegyzetel az egyik olyan vállalkozó, akit a nemrégiben elfogadott kisadózó vállalkozások tételes adózását megváltoztató törvényjavaslat érint. A vállalkozók javarészt az interneten, legfőképp a közösségi médiában tájékozódnak, ahol nagyon sok dezinformációval találkozhatnak. Ezért szakmai segítségnyújtásra adott lehetőséget a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden érintett számára. Aki egyéni vállalkozó, hiszen ők nagyon sokan vannak, gondolják végig, hogy főfoglalkozásúak-e, mert ha igen, akkor havi szinten legalább a minimál bér, garantált bérminimum után fizetniük kell járulékot, illetve a garantált bér, illetve a minimál bér 112,5%-a után szociális hozzájárulás. Adott. Ezt akkor is fizetniük kell, ha egy forint bevételük nincsen. Ha másodfoglalkozásúak, tehát van munkaviszonyuk, akkor nem kell fizetni, csak ha adóköteles általányadó alapjuk lesz, ha pedig nyugdíjasok, akkor csak személyi jövedelemadót fognak fizetni. Az adószakértő elmondása szerint, aki nagy költséghányaddal rendelkezik, továbbra is költségelszámoló maradhat az SZIA-n belül. Akár költségelszámoló, akár általányadózó a vállalkozó, számos adóalapcsökkentő tétellel számolhat, mint például családi, személyi vagy 25 év alatti a kedvezménye. Aki megmaradt társas vállalkozónak, neki azzal is kalkulálnia kell, hogy bevétel nyilvántartás helyett kettős könyvitel, tehát úgy gondolom, hogy a könyvelési költségei jelentősen meg fognak emelkedni emiatt, és két adónemből választhat, a társasági adó és a kisvállalati adó. A Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara az új katajogszabály megszületésekor létrehozott egy írott szakmai anyagot, melyet a Grémium weboldalán lehet elérni. Szűkebb hazánkban három helyen biztosítanak szakmai fórumot, a megyeszékhelyen kívül Gyöngyösön és Hatvanban is. A célunk az volt, hogy minél hamarabb informálni tudjuk megfelelő szakmai fórumon a vállalkozásokat, hiszen nyilvánvaló sajtóban is rengeteg információ özönlik a vállalkozások felé, akár a írott, akár a televíziós médián keresztül, de azért ezeket az információkat szűrni kell, illetve nyilvánvaló, ahogy a jogalkotás megszületett és az írott szöveg ismert, vált, akkor a szakmai fórumok elkezdték egyre jobban feldolgozni azokat a szövegrészleteket, amit a jogszabály rejt. Az iparkamara folyamatosan tartja a kapcsolatot az illetékességi területéhez tartozó vállalkozásokkal, és próbál minden segítséget megadni az elmúlt, illetve az elkövetkezendőkben meghozott jogszabálymódosítások értelmezéséhez.